Best of Deutsch Tamás. Deutsch Tamás a vendégünk, a Fidesz Európa Parlamenti képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit fogyaszt? Hát azt mondom, hogy most mindjárt egy pohár vizet fogok. Győztünk, nem kicsit, nagyon. Nagyon-nagyon. Én sem szeretem a gazdag embereket. Hogy ez a Márki-Zay nevű alak, ez teljes egészében, ez szőröstül-bőröstül a Gyurcsány ember. Jöhet! Sorra György ördögi. Ez tény. Hogy egyrészt ez az internet adó, ez Orbán Viktor ötlete. Beszélt a miniszterelnökre azóta, mióta ez az beszéltem vele, erről nem beszéltem, erről mert nem. Egy olyan helyzetben találkoztunk, amikor egészen más volt a téma, a hétvégi Puskás MTK labdarúgó mérkőzés. Hány sör fog ma elfogyni? Egy sem, valószínűleg bort fogunk. Aztán lesz néhány óra múlva egy másik esemény, egy kampányrendezvény. Ott a szemkilövetők, a náci karlendítők vesznek részt majd egy kampányeseményen. Látom, képviselő még emlékszik a saját programjára. Mit szól hozzá, hogy egyre több szál vezet a Fideszhez az ott történtekről? Hallgatási fogadalmat? Ne, titkomával mi van? Nem buktál, mi? Nem válaszol a kérdésekre? Ez az új stratégia, hogy nem válaszol? Mindenki Magyarországa, vagy M&M's Csoki Golyók, vagy nem tudom mi a neve az ő szervezetének, szóval ez az M&M's Csoki Golyó nevű szervezete. Évek óta nem a magyar emberek mellett állnak, hanem Guy Verhofstadt legjobb magyarországi tanítványaiként azokkal szövetkeznek, akik brüsszeli bevándorláspárti többséget és Soros György érdekeit képviselik. Az igazság, hogy messze mágában sincsen elviccelni Soros György tényleg megdöbbentő mondatait, tehát össze-vissza beszél. Egészen ez mondjuk Soros György mentális problémáira utal. Ezek a jogviták mind a illegális migrációval vannak összefüggésben, és itt van egy éles politikai és jogi véleménykülönbség. Az Európai Bizottság abból indul ki, nem csupán szerintünk a Fidesz és a KDNP politikusai, vagy a magyar kormány tagjai, hanem a magyar polgárok 90%-a szerint tévesen, hogy a bevándorlás az egy emberi jog. Tényleg nem tudja, hogy az MTK-t 2013-ban mennyit kapott utánpótlásra? Honnan tudtam volna? Honnan tudjam? 17-18 éves és 17-18 éves között is különbség van. Tudom, nem mondok nagy okosságot, eddig se talán, de azért lehet, hogy ez nem igaz.